Az esti órákban és a holnapi nap folyamán születhetnek meg azok a döntések, amelyek nem csak a ciprusi gazdaság jövőjét határozzák meg, de a messzebbre Magyarországig is minden bizonnyal tovább gyűröző hatásokat is. Közgazdászokkal beszéljük meg a helyzetet, vendégeink Róna Péter, az MNB felügyelőbizottságának tagja, Schuster Péter, a generáli alapkezelő elnök vezérigazgatója, és Barca György, a századékvezető elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi dől el most feltétlenül ezekben a percekben, Róna Péter? Azt, hogy az dől el az elkövetkező órákban, hogy kedden ki tudják-e nyitni a ciprusi bankokat, vagy sem. Ugyanis a dolognak a lényege, a tét arról szól, hogy egy olyan megállapodásra, megoldásra van szükség, ami hitelesíti a ciprusi bankrendszert, mert hogyha ez nem sikerül, és a ciprusi bankrendszer kedd reggelre nem hiteles, akkor vagy zárva marad a bankrendszer, vagy pedig a betétesek viszik a pénzüket, és összeomlik az egész rendszer. Ha zárva marad a bankrendszer, az nem egy másik fajta összeomlás? Én azt gondolom, hogy elég nagy bizalmi válság alakult már így is ki a bankrendszerrel kapcsolatban, és ez nem csak Ciprust érinti, hanem az egész Európai Uniót, így Magyarországot is, hogy attól, hogy a bankrendszer zárva marad-e, ez egy összeomlás, én azt nem gondolom, hogy egy összeomlás, az az összeomlás, hogyha nem sikerül megállapodni, és a betétesek megrohanják a bankokat, miközben kinyitnak a bankok. Tehát ugye, ha nem nyitnak ki a bankok, az is annak a jele, az annak a folyománya lenne, hogy nem sikerül megállapodni. Meddig lehet ezt még húzni? Hát ezt én most nem tudom megmondani, hogy meddig lehet húzni. Nyilván ott a lakosság elég nagy gondban van, hogy honnan szerez pénzt. Úgy tudom, hogy az ATM-ek többé-kevésbé működnek. De napi 200 eurót lehet csak felvenni, de ezt meg is teszik. Nyilván az egy olyan nagy probléma, hogyha nem nyitnak ki a bankok, ami megkérdőjelezi azt, hogy Cipruson hogyan fog tovább folyni az élet. Ön hogy látja a konfliktus lényegét? Hát szerintem magyar szemmel az a lényeg, hogy itt most az Unió javasolt egy unortodox megoldást, amit a ciprusiak viszont nem fogadtak el. És ez lenne mondták, ugye a betétek megadóztatása. Így van, és azt mondták, hogy a nemzeti érdek az mégiscsak azt kívánja, hogy ne csak a szerint különböztessük meg a betéteseket, hogy mekkora összeg van a bankban elhelyezve, hanem a kis betéteseket legalább mondjuk védjük meg, mert azok ciprusiak. Én mondjuk hozzátenném, én ilyen értemben nem értem mondjuk a ciprusi kormányt, hogy ott van az izlandi példa, ahol a külföldi tartozásokat nem fizették vissza, és így megmentették az izlandi betéteseket. Cipruson is lehetne ezt alkalmazni, hogy mondjuk a külföldi betéteket azokat jobban megadóztatják, a hazaiakat pedig kevésbé, de idáig nem jutottak még el, pedig szerintem ez lenne az az út, ami... Egy olyan sávos rendszerről van szó, ahol a betét nagysága szerint változ, hogy hány százalékra adóztatják meg. Róna Péter szerint lenne megoldás, amit Barca György mondott? Nem. Betéteket nem lehet megadóztatni. Ha betéteket elkezdjük megadóztatni, akkor az egész pénzügyi rendszer úgy, ahogy van, összeomlik. Mert a betétek biztonságára épül az egész bankrendszer hitelessége. Na most itt két különböző dologról van szó Ciprus esetében, és itt van a megoldás kulcsa egyébként. Vannak olyan betétek, amelyek biztosítottak, garanciával rendelkeznek, és vannak olyan betétek, amelyek nem. A kisebbek, tehát a 100 000 euró alatti betétek élvezik ezt a biztosítási rendszernek a védelmét, a 100 000 euró fölötti betétek pedig nem. Az egyik megoldás az, hogy a ciprusi bankrendszert átalakítják, mégpedig úgy, hogy a biztosított betéteket a jó eszközökkel, tehát a jó hitelekkel egy úgynevezett jó bankba helyezik, és a nem biztosított betéteket a rossz eszközökkel egy úgynevezett rossz bankba helyezik. Mert aki úgy tette be a betétét a ciprusi bankba, hogy nem igényelte, hogy az biztosított legyen, az vállalja annak a következményeit. De akkor nem az a helyzet áll elő, amiről az előbb azt mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy megadóztattak bankbetéteket, tehát ezt az alapvető garanciát, amit mindannyian a bankbetét alatt értünk, megszegték? Nem, mert ebben az esetben ugye nem az van, hogy megadóztatják, hanem az van, hogy a nagy összegű nem biztosított betétesek egyszerűen a betétük egy jelentős részét elveszítik azért, mert egy olyan bankban van a betétjük, amelyik nem fizetőképes, ha a betétek 100%-át kénytelenek lennének visszafizetni.
Ha ez megtörténik, ennek milyen tovább gyűrűző hatásai lennének az Európai Unió más országaira is, hogyha egyszer előfordulhat, hogy az ember nem tudta biztonságban a betétjét a bankban? Hát ez az, amit az előbb is mondtam, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan bizalmi válság alakulhat ki, hogyha itt nem tudnak egy jó megoldást kitalálni, és jó megoldás azt gondolom, hogy nincs egyébként. De a jó megoldás az valami olyasmi lenne mindenképpen ön szerint, amikor senkinek a betétjéhez nem nyúlnak? Tehát mondjuk például egy ilyen szolidaritási alapféle, amivel a ciprusi kormány és a ciprusi parlament próbálkozik? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy nem túl jó megoldás, hogy a bank betétekhez hozzányúlunk. Akkor se, hogyha csak a nagyobb összegűekhez. Ugye ez a betétbiztosítási alap vagy garancia alap, ez alapvetően arra szolgál, hogyha egy bank csődbe megy. Egy bankcsőd esetén a kisebb összegű betétek biztonságban vannak. Nagyobb összegű betétek nincsenek biztonságban. Itt nem erről van szó, itt ezek a bankok jelenleg még nincsenek csődben, itt Ciprusnak a csődjéről van szó. Tehát mindenképpen egy olyan bizalmi válság alakulhat ki, én ezt most nem tudom felmérni, hogy meg fog-e történni, de az egész Európai Unióban akár még az is előfordulhat, hogy a bankokat megrohamozzák a betétesek, és itt kezdődhet az a tovább gyűröző hatás, hogy más esetleg nem olyan nagy tőkével rendelkező bankok bajba kerülhetnek. Ez egy kulcskérdés, amit Schuster említett, hogy Ciprus van-e fizetésképtelen állapotban, vagy a ciprusi bankrendszer? Ez két különböző tétel. Nézetem szerint én másképp látom, én úgy látom, hogy itt a dolognak az alapvető lényege, gyökere a ciprusi bankrendszer tönkremenete, ugyanis akkor, amikor az Európai Unió megegyezett Görögországgal, akkor a ciprusi bankrendszer automatikusan 5 milliárd eurót vesztett. Mert hogy görög államkötvényeket vettek. Na de Ciprusról lehet tudni, hogy a nemzetgazdasághoz képest hihetetlenül nagy a bankrendszer mérete, tehát magával rántja szükségszerűen az országot is. Az, ha nem sikerül rendezni a dolgot. Na de innentől kezdve az ország csődjéről beszélünk. De szerintem, hogyha az előbb előadottokat követjük, akkor nem feltétlenül következik az ország csődje. Mert akkor az van, hogy a 100 ezer euró és az alatti betéteket megmentettük 100%-ban, és az a fölötti betétek pedig olyan veszteséget szenvednek el, amilyet. És akkor nincs adó, hanem arról van szó, hogy a betétes egy olyan bankba helyezte a betétét, amely alapjában éve csődöt mondott. Magyarország számára milyen tovább gyűrűző hatások lehetnek, akár egy ehhez hasonló megoldás születik, akár becsődött Ciprus? Milyen kitettsége van magyar vállalkozóknak, magánszemélyeknek, a magyar gazdaságnak? Hát a sajtóhírek ugye azt mondják, hogy a 150-250 milliárd forint körüli összeg, tehát ilyen 1 milliárd euró körüli összeg van magyar, nem csak magán, hanem ugye jogi személyek birtokában is, de annyit, amiben hadd térek vissza a Róna úr által említettekre, hogy ez a fajta megoldás tényleg azt jelentetné, hogy nem kéne ilyen banki illetéket vagy banki adót kivetni, tehát úgymond unortodox lépés nélkül is meg lehetne oldani. Ilyen szempontból kicsit érthetetlen is, hogy ez úgy komolyan, legalábbis kívülről úgy néz, hogy nem vetődött föl. Magyarország számára szerintem amúgy olyan különösebb jelentősége nincsen, hiszen mondjuk a forint árfolyát megnézzük, most 5 forintot mondjuk mozdult a ciprusi események miatt, valamennyit emelkedett ez a csődkockázati mutató, meg az állampapírhozamok is egy kicsit, de múlt kedden, mikor már Ciprus ügye terítéken volt, a 3 hónapos diszkontkincstári egy kamat, ami mindig 5% alatt volt, tehát azért úgy tűnik, hogy Magyarországot már egy kicsit jobban mondjuk különállóan kezelik, mint korábban. Ugye az Magyarország eladósodott ország alapvetően, ezért mi sajnos mindig belekerülünk azon országok körébe, amelyeket egy ilyen általános nemzetközi pénzügyi bizonytalanság komolyan érint. Talán azt lehet mondani, hogy mondjuk főleg 2009-hez képest, vagy akár a tavalyi eseményekhez képest, ugye az euróválság idejéhez képest, most egy picit már messzebb vagyunk ettől a zónától. A forintot egyébként ön szerint is a ciprusi helyzet érintette, vagy Matolcsy György kinevezése? Hát én is azt gondolom, hogy alapvetően nem a ciprusi helyzet volt a legfőbb probléma, nyilván valamit hozzáadott, hogy most hány forintot adott hozzá a Ciprus a forint árfolyamához, az nehéz megítélni, de alapvetően azok a lépések biztos, hogy jobban hozzájárultak, amik a pénzügyminisztérium, nemzeti bank és az egyéb területeken történtek.
és ezek inkább elbizonytalanították a külföldi befektetőket, és inkább ez volt az, ami a forint árfolyamát mozgatta. És itt van összefüggés a ciprusi helyzettel? Tehát amikor van egy ilyen alapvető bizonytalanság az Európai Unió gazdaságában, akkor nem annál súlyosabban értékelik mind azokat a szokatlan lépéseket, amelyeket például a Magyar Jegybank a hírek szerint tervez és esetleg megtesz? Lehet, azt gondolom, hogy lehet valamiféle összefüggés. Nem, ma már egyre kevésbé én is azt gondolom, de azért abban a tekintetben van valamiféle összefüggés, hogy egy fejlődő, feltörekvő gazdaság sokkal inkább ki van téve egy ilyen esetben a külföldi gondolatoknak, az, hogy a külföldek mit gondolnak az országról, és hogyha egy Ciprust valamiféle csőd vagy csőd közeli állapot eléri, akkor a magyar gazdaság sokkal sérülékenyebb, mint egy fejlett gazdaság ilyen szempontból. Rétvári Bence államtitkár azt nyilatkozta a ciprusi helyzetre való reakcióként, hogy hát tiszta szerencse, hogy nem kötöttük meg azt a bizonyos IMF-EU hitelmegállapodást, mert akkor mi is ilyen feltételeket kaptunk volna a nyakunkba. Ön mit szól ehhez? Én ezt szomorúan hallom, mert ez egy nagyon nagy méretű tudatlanságot mutat. Elsősorban kezdjük azzal, hogy a feltétel, amit porondra került, tehát a betétek megadóztatása nem az IMF-nek volt az ötlete. Hanem az Európai Uniónak? Nem csak, hogy az Európai Uniónak nem volt az ötlete, hanem az Európai Unión belül egy országnak volt a feltétele ahhoz, hogy az Európai Unió a 10 milliárd eurót... Csak éppen annak az országnak, akitől a pénz nagy része jön. Jó, de nem az IMF. Tehát az a szöveg, ami az IMF-et ebbe a feltételrendszerbe belekeveri, az megalapozatlan. Persze az egy közös hitelszerződés lett volna, amiben nem csak az IMF volt benne, hanem az Európai Bizottság is. Gondolom ez lenne a gondolat alapja. Megyek tovább. Abban a hitelszerződés tervezetben, vagy elképzelésben, vagy azt megelőző hitelszerződésben bankbetétek kötelező megadóztatásáról nem volt szó. Tehát Magyarország esetében se az EU, se a valuta alap soha ilyen ötlettel nem állt elő. A bankbetétek valamilyen formájú megadóztatása az Orbán kormány ötlete. Magyarország esetében. És semmi köze sincs semmiféle EU vagy IMF feltétel vagy követelménynek. Látom, hogy Barca gyögyrázza. Hát azért, amikor azt mondja Róna úr, hogy a kormánynak ilyen ötletet volna, akkor azt én nem vagyok ugye sem kormánynak a részevője, sem valami a kormányzati szervnek a részevője, bár ugye úgymond egy konzervatív tanácsadó cégnél dolgozunk, tehát mondjuk a véleményem nem áll túlzottan messze egy konzervatív véleménytől, de hát ez így ötlet, semmilyen ötlet nem merült föl. Ez abszolút végből kapott. Meg a tranzakciós adóra. Igen, de ezek nem a bankbetéteket adóztatják. De így közvetve igen. De ön azt mondta, hogy a bankbetéteket adóztatják. Hát, a bank forrásainak a megadóztatásáról van szó. És szó szerint azt mondta, hogy a bankbetéteket adóztatják. Jó, akkor most aztán tisztáztuk, hogy ezt teljesen... hogy értette Róna úr. Ön szerint elképzelhető-e, amit Rétvári Bence mondott, hogy Magyarországtól ilyen bankbetét, direkt bankbetét adót követeltek? Nem hiszem, azért nálunk ennél szerencsére sokkal kedvezőbb a helyzet. Most már költségvetési hiány is alacsony, ugye még itt a bizottsággal veszekszünk, de végülis ez Magyarországnak olyan értelemben nem rossz, hogy a bizottság lefelé nyomja ugye a költségvetési hiányát, tehát a biztonságos irányba tolja az országot. Ami szerintem az igazán érdekes, és erről talán még kevesebb szó esik, ami a Róna úr által nagyon precízen felvázolt helyzet mögött van. Ugye, hogy van egy szakmai megoldás, EU, IMF, stb. És egyszer csak előjönnek a németek, hívjuk így egy morális megközelítéssel, és azt mondják, hogy lehet, hogy ez nem szakmai, hívhatjuk unortodoxnak is, de mégis mi azt akarjuk, hogy ezt vegyük bele, ezt a betéti adóztatást azért, mert morálisan a németek értékrendje szerint ez az igazság, ez a helyes megoldás. És ez nagyon érdekes szerintem, hogy Európában tulajdonképpen először jelenik meg az, hogy mondjuk így a szakmai jelen esetben, ugye, meg mint általában is, hogy a pénzügyi
szakmai szempontok mellé bejön egy morális szempont. Magyarországon ugye ezt hívják unortodoxnak, és ugye nagyon ellenezték sokan, de most azt lehet látni, hogy európai szinten is ez először megjelent ez a gondolat, és szerintem lehet, hogy 10 év múlva, ha itt ülünk, akkor azt fogjuk mondani, hogy ez volt egy ilyen mérföldkő, mikor ez a folyamat elindult, és hát én nem a bankbetétek adóztatására gondolok, hogy az fog terjedni, hanem maga az a megközelítés, hogy a dolgokat nem csak pénzügyi szakmai szempontból, hanem morálisan is vizsgáljuk. Valóban ilyen alapon bármikor, bármelyik ország esetében felmerülhetnének morális szempontok, vagy Ciprus ilyen szempontból egyedi történet, hiszen tényleg elég logikusan feltehető a kérdés nagy moralizálás nélkül, hogy miért Európai Uniós adófizető polgárok. Én ezzel egyetértek. Ez amit Barca Gyuri mondott, teljesen egyetértek. Valami okból kifolyólag, hát ugye tény is való, hogy Merkel asszony egy lelkész lánya. Tehát van egy ilyen orientáltsága, ami rendre elő térbe kerül, sajnos. De kell ehhez lelkészlánynak lenni, hogy azt mondja, hogy a német adófizetők ne az orosz oligarchák pénzét váltsák ki a ciprusi bankokból, illetve ne egy olyan országot, ami abból élt az elmúlt időben, hogy adóelkerülést segített? Az általán felvázolt megoldásnak nincs szüksége a német adófizetők pénzére, és nem váltja ki az orosz oligarchákat. Tehát az ön által felvázolt megoldásban semmiféle mentőcsomag nem szerepelne? De nem, semmi. Itt arról van szó, hogy Ciprusban két bank, amelyik fizetésképtelen, és be kell zárni. Ön azt mondja, hogy ne csak önrészt szedjenek el a betétesektől a mentőcsomaghoz, hanem a mentőcsomag helyett az egész pénzt söpörjék be a betétesektől. Nem az egész pénzt, ez kalkulációm, számításaim szerint, ha ezt a modellt követjük, amit én felvázoltam, a nem biztosított betét tulajdonosok elvesztítik betétjük 40%-át, és a dolognak vége. Hát elsősorban az oroszok a jelenlegi tudásunk szerint. Schuster úr, végszó? Én azt gondolom, hogy Ciprus egy egész más helyzetben van, mint akár Magyarország, akár az Európai Unió többi országa, és a bankrendszer egy egész más helyzetből indult, úgyhogy nem hiszem, hogy ennek bármilyen tovagyűröző hatása lenne más Európai Uniós országokra. Nyilván vannak olyan veszélyek, amik felmerülhetnek. Itt az elkövetkező napokban meg fogjuk látni, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Most egy rövid reklám következik, és utána a Dunaköszi időközi választások eredményeit fogjuk megbeszélni. Molnár Zsoltán.